A TASZ szerint alapvető jogok sérülhetnek a tervezett alkotmánymódosítással, a stop soros törvényt is bírálják. Egyelőre nincs egyetértés a bal oldalon, hogy előválasztással döntsenek-e a főpolgármester jelöltről. Lehet, hogy a Jobbikos Duró Dóra mégsem mond le képviselői mandátumáról, később akár új frakció is alakulhat körülötte. És lezuhant egy elektromos kisrepülő Pécs mellett, a kísérleti gépben ketten utaztak, nem élték túl a balesetet. Jó reggelt kívánok, ez az ATV híradója 6 órakor, én Nemes Anna vagyok, köszöntöm Önöket. Az emberek alapvető jogait korlátozna a 7. alkotmánymódosítással a kormány, a Társaság a szabadságjogokért szerint. A jogvédőszervezet úgy véli, hogy az alaptörvény módosítása után az állampolgárok nehezebben tudnak majd véleményt nyilvánítani. Mint írták, abban is kevésbé bízhatnak az emberek, hogy pártatlan bíróságok döntenek majd a politika számára kényes ügyekben. A tervezet szerint ugyanis egy teljesen új közigazgatási bírósági hálózatot hoznának létre. Ezek döntenek egyebek között a betiltott vagy feloszlatott tüntetések ügyében. Emiatt a gyülekezési és a politikai véleménynyilvánítás szabadságának korlátozását látják a tervezetben. A TASZ az alkotmánymódosítás mellett a stop sorost is elfogadhatatlannak tartja. Előválasztással dönteni el az MSZP, hogy ki legyen a baloldali pártok közös főpolgármester jelöltje jövőre. A tárgyalóasztalnál nem tudnak erről megállapodni. Az ötletet vegyesen fogadták a baloldali pártok. A DK szerint még nem időszerű, az LMP pedig úgy véli, hogy nem jó üzenet egy előválasztás. Egy csapásra az egyik legismertebb főpolgármester jelöltet Farus Ferenc. 4 éve a Bátor tábornok gyűjtött pénzt ezzel az akcióval. Igaz, az ellenzéki pártokkal nem egyeztetett a videóról. Nem zárható ki egyáltalán, hogy adott esetben civil vagy nem politikus érkezik. Nem bízna a véletlenre semmit az MSZP. Ha kell, akár akkor előválasztást is szervezne, hogy eldőljön, ki a legalkalmasabb baloldali jelölt a Fidesz kihívójának. Ez azt jelenti, hogy lennének szavazókörök, szavazófülkék, szavazólapok. Az MSZP budapesti elnöke szerint mindez minimális pénzbe kerülne, hiszen irodái minden párt. Vannak. A kampányt pedig mindenki saját forrásból finanszírozná. Szavazni pedig csak a baloldali érzelmű választók tudnának. Adatvédelmi szempontból természetesen minden jogszabályt be fogunk tartani. Egy értéknyilatkozatot önkéntesen kell majd aláírni azoknak, akik részt kívánnak venni egy előválasztáson, megadják a személyes adataikat, és nyilatkoznak arról, hogy baloldali szavazónak tartják magukat, és támogatják az előválasztásokon sikeres jelöltet majd. Molnár Zsolt szerint mindenre csak akkor lenne szükség, ha tárgyalásos úton nem tudnak megegyezni a megfelelő jelölt személyéről. Az LMP szerint viszont az előválasztás nem jó irány. Mi az előválasztással nem foglalkozunk. Most is az történik a 8. kerületben és az 5. kerületben is, hogy egyeztetünk ellenzéki pártokkal, a legalkalmasabb jelöltet akarjuk megtalálni, ehhez viszont nem szükséges az előválasztás. Az előválasztás megint csak azt jelenteni, hogy a pártok, az ellenzéki pártok egymással foglalkoznának, és nem az embereknek a problémáival. A DK még nem ismeri a szocialista javaslatot, ami Vadai Ágnes szerint most még nem is időszerű, de nem zárkoznak el az együttműködéstől. A demokratikus koalíció most még abban a szakaszban van, hogy értékeli a választások eredményét, és nyilvánvalóan készülünk újfajta stratégiával először az európai parlamenti választásokra, de ahogy korábban is, mi mindig minden lehetőségre, ahol a demokratikus ellenzéki blokk együttműködése lehetséges volt, mi arra nyitottak voltunk. Ebben a kérdésben majd az új elnökség dönt a Momentumnál. A párt szóvivője szerint biztosan figyelembe veszik az áprilisi és az időközi választások tapasztalatait is. Itt az bontakozódik ki, hogy egyre több olyan jelölt van, ezek jellemzően független jelöltek, aki mögé akár több párt is hajlandó beállni, vannak olyan körzetek, ahol ugye nem indít a Jobbik jelöltet. Meglátjuk, hogy ezek a helyszínek mennyire szolgálnak főpróbaként, és mennyire lesznek tanulságosak számunkra, és ez alapján fogják meghozni a végső döntést. Az első ilyen főpróba július 8-án Józsefvárosban lesz, ahol egy civil jelölt mögé sorakoztak fel a baloldali pártok. Önzésből, árulásból és butaságból fakadóan utasították el az ellenzéki pártok tavaly az egységes közös indulást a választáson, ezt Botka László mondta a Szeged.hu-nak. Szerinte az ellenzéki pártoknak nem az emberek helyzete volt fontos, hanem a saját túlélésük volt a cél. Szeged polgármestere azt mondta, hogy az ellenzéki vezetők aktívan hozzájárultak ahhoz, ki ostobaságból, ki érdekből, hogy Orbán Viktor lényegében egy pártrendszert épített ki. És amíg nem értik meg, hogy miért nyert harmadszor is a Fidesz, addig semmi sem változik, tette hozzá Botka László.
Lehet, hogy mégsem mond le parlamenti mandátumáról Dúró Dóra. A Starman azt mondta, hogy nagyon sokan kérték tőle, hogy képviselje a Jobbik eredeti értékeit a parlamentben. Torockai László azt mondta híradónknak, hogy egy éven belül új frakció alakulhat az országgyűlésben a Jobbikból kilépőkből. Így Dúró Dórának mindenképpen meg kell tartania a mandátumát. Senki ne gondolja azt, hogy valami előre megtervezett, eltervezett mészárlás zajlik. Sajnálta Dúró Dórát a Jobbik szóvivője. Mirkóczki Ádám az Egyenes beszédben azt mondta, az egyik legnépszerűbb politikusokat veszítették el, de nem volt mit tenni. Az, amit Torockai László művelt, és az, hogy Dúró Dóra továbbra is kiállt mellette, és továbbra is azon az állásponton volt, hogy a platform helyes, azzal lényegében azt a tevékenységet legitimálta, amely tevékenységet a frakció 80%-a egyértelműen bomlasztásnak, a párt szétszakítására irányuló tevékenységként értékelt. Mindenkit ki fognak zárni, akinek köze van Torockai Lászlóhoz, vagy ez a platformhoz? Én nem gondolnám, hogy erre szükség lenne. Hogyha az elnökség úgy dönt, hogy a platformnak a működését nem engedélyezi, akkor én abból kiszállok. Dúró Dóra szerint ő végig ezt hangsúlyozta. Ennek ellenére kizárásáról döntött a frakció. A Startban azt mondta, hogy bár szerdán még mandátuma visszaadásáról beszélt, most már nem biztos, hogy ezt megteszi. Ha ezt választom, hogy bent maradok az országgyűlésben, akkor független képviselőként fogok tudni dolgozni, és a független képviselőkre vonatkozó szabályok fognak rám vonatkozni. Nyilván mérlegelnem kell azt is, hogy ez az az út, amit szeretnék eljárni. Dúró Dóra arról is beszélt, hogy Pongrácz Gergely testvére, Pongrácz András is kérte őt, akik ott voltak a Jobbik megalakításánál, hogy ne adja vissza mandátumát. Pongrácz András egyébként néhány napon belül Magyarországra érkezik, ezért mindenképpen szeretnék vele egy személyes találkozón is beszélgetni. Férje Novák előtt viszont már ma megjelent Pongrácz Andrással, amikor a Torockai Lászlóval megbeszélt interjúra érkeztünk. Nehéz dilemmában vagyunk, de most azért egyeztetünk Pongrácz Andrással, és ugye elcsíptétek ezt a titkos pillanatunkat. Nyilatkozni nem akartak. Torockai László viszont még előtte azt mondta, egy esetleges új frakcióalakítás miatt sem szabad Dúró Dórának visszaadnia a mandátumát, még akkor sem, ha esküdtett a Szent Koronára. Nincs kizárva, hogy akár egy új frakció is létrejöhet a parlamentben. A nemzeti és az eredeti jobbikos szellemiséget követő embereknek valamilyen képviseletre szüksége lesz a parlamentben, úgyhogy Dúró Dórára nagyon nagy szükségünk van. Torockai Lászlót közben jövő hét csütörtökre a Jobbik etikai bizottsága elé idézték. Mint mondta, valószínűleg nem megy el, majd írásban reagál a vizsgálatra. Bocsánatkérésre kötelezte a Schmidt Mária vezette terrorházát a fővárosi törvényszék, amely megállapította, hogy az intézmény megsértette Prukpál kegyelethez való jogait. A bíróság szerint az 1956-os fényképen ő és nem Dózsa László szerepel. A terrorházának el kell tüntetnie a Dózsa Lászlóra utaló feliratokat, az 56-os kép alá pedig ki kell írni Prukpál nevét. A változtatásokat a terrorháza összes vonatkozó kiadványában, honlapján az épületben kiállított kép is végre kell hajtani, valamint a Nagy Lajos királyúti hatalmas épületfestéshez is oda kell írni utólag Prukpál nevét. Az elsőfokú ítélet nem jogerős. Lezuhant egy kis repülőgép a Pécs-Pogányi repülőtértől pár száz méterre, a két pilóta életét vesztette. A gép a Magnus Aircraft gyárgépe volt, a repülőt kísérleti jelleggel elektromotorral szerelték fel. A Magnus nemrégen jelentette be, hogy Pécsre viszi a gyárát. Tegnap még a pécsi repülőgépgyár Bokréta ünnepségén emelkedett a magasba ez a kis gép. A felvételen a bal oldalon látják azt a kis repülőt, ami ma lezuhant nem messze a reptértől. Hamu és szénné égett törmelék, ennyi maradt a repülőgépből. Az 58-as főút mellett Pogány és Szalánta között félúton csapódott a földbe. A gépen egy 42 éves és egy 61 éves férfi utazott, mindketten életüket vesztették. Volt olyan, aki látta a tragédia nyomait. Mind a reptértől körülbelül, hát oda le Szalántánál ott valahol egy nagy fűszót, én azt hittem, hogy valami mezőgazdasági gép. A rendőrök órákon át helyszíneltek, azt próbálták kideríteni, hogy a gép még a levegőben gyulladt-e ki, vagy a becsapódás következtében borult lángokba. Délelőtt 10 óra körül szállt fel az a elektromos hajtású repülőgép, amely a levegőben azután két kört tett meg, majd a második körnél eddig ismeretlen okból egyszer csak zuhanásba kezdett, és a földbe csapódott. A repülőgépen ketten utaztak, jelenlegi információink szerint két férfi.
Ezen az internetes légiforgalmi radarképen az látszik, hogy a kisrepülő kétszer szállt fel csütörtök délelőtt. Először 9 óra 14 perckor indult útnak, ekkor több kört is leírt a magasban. Ez pedig már a második felszállás radarképe. A repülő nem sokkal útnak indulása után jobb fordulatot vesz, majd az 58-as főúthoz érve hirtelen megszakad a vonal. A gép ekkor csapódhatott a kukoricatáblába. Valami megyei katasztrófavédelmi igazgatóságra nem sokkal 10 óra után érkezett jelzés a lezuhant kisrepülőgépről. 11 egységgel indultunk a helyszínre, 3 gépjármű Siklósról, 7 Pécsről, illetve az igazgatóságról a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat. A kiérkezést követően habsugárral körbekerítettük a tüzet, majd eloltottuk. Ilyen magyar fejlesztésű kisgépeket egyébként hamarosan itt Pécspogányban fog majd gyártani a kecskeméti székhelyű Magnus Aircraft. Ez a csoportkép a gyár összeszerelő üzemének Bokréta ünnepségén készült a tragédia előtti napon. A cég minden pécsi munkatársa szerepel rajta, és feltehetően köztük vannak a mai áldozatok is, ezért kegyeleti okokból az arcokat nem mutatjuk. Felborult és oldalára dőlve állt meg egy mentőautó Budapesten. A megkülönböztető jelzést használó mentőbe egy autó rohant bele. A balesetben megsérült a két mentős és a mentőben szállított súlyos beteg is. Mentőautókkal Magyarországon évente 70 baleset történik. Az oldalára dőlt az a mentőautó, amely csütörtök kora reggel karambolozott Budán. A megkülönböztető jelzést használó járművet nem vette észre egy személyautó vezetője, és összeütköztek. Éppen mentek a kórház felé, nyilván ilyenkor ment a megkülönböztető jelzés, ilyenkor engedélyezett, sőt, hát kötelezi használniuk, és a keresztelésben ütköztek össze. A baleset itt ebben a 11. kerületi útszakaszon történt. A rendőrök a helyszínelés idejére a kereszteződést lezárták, a forgalmat a környező utcákba terelték. A személyautó sofőrje nem sérült meg, de a mentőgépkocsi két tisztje és a súlyos sérült is igen. A szállított beteg és a mentőszemélyzet két tagja, a mentőtiszt, illetve a mentőgépkocsi vezető bajtársunk sérült meg, könnyű fejsérülést szenvedtek, őket ellátás után traumatológiai osztályra szállítottuk. A mentőautók évente 40 millió kilométert tesznek meg, és éves szinten több mint 1 millió esethez vonulnak ki. A betegszállítókkal nagyjából 70 baleset történik évente. Valóban sportközpont épül majd a szanálásra ítélt Hős utcai telep helyén, amelynek lakói közül sokaknak nincs hova menniük. A kőbányai polgármester szerint az új sportcentrumot nem a TEK, hanem a környéken élők használják majd. A Bihari úti önkormányzati tömb lebontása pedig még akár évekig is elhúzódhat. Az ott élők lejáró bérleti szerződéseit azonban mégsem hosszabbítja meg az önkormányzat, pedig a családok egy részének nincs hová mennie. A babakocsiban ébredező 5 hónapos Natánt ma még van hova hazavigye az anyukája. A Bihari úti önkormányzati bérlakásból azonban előbb-utóbb menniük kell, annak ellenére, hogy a szanálásra ítélt épület néhány évig még várhatóan állni fog. Úgy vélem, hogy mindig megvan a felelőssége mindenkinek. Kőbánya polgármestere azt mondja, az önkormányzattal együttműködő, a jogszabályokat betartó lakóknak biztosítják a lakhatását, ám a Bihari úton 6 kisgyermekes, illetve idős család mégis fedél nélkül maradhat. Jelen pillanatban az önkormányzat jogszerű működését vizsgálva, tekintve, nekünk nincs egyéb lehetőségünk, mint a lakáskivités után a pert elindítani, vagy ezt a pert lezárni, itt a bíróság fog majd dönteni, vagy döntött már, amely elindult. Más esetben, hogy a 6 közé még beemelünk 3-at, és lesz nem egy ilyen még, hiszen 14 per folyik jelen pillanatban a Bihari utcában. Azért nem hagytam el a lakást, mert nem tudtam hova menni a gyerekekkel, és igazából mondom, arra számítottam, hogy pozitív döntés fog születni velem kapcsolatban. Natán édesanyja az egyik, aki a bírósági döntésre vár. Baranyi Nikoletta a bérleti szerződés lejárta előtt kérelmezett másik lakást, de nem kapott. Azóta jogcím nélkül laknak a lakásban, de rendesen fizetik a bérleti díjat és a rezsit is. Egy másik, szintén kisgyermekes lakó viszont egy korábbi tartozás miatt nem kaphat lakást. Az őt képviselő a Város Mindenkié csoport szerint az asszony többször is megpróbálta kifizetni az adósságot, az önkormányzat azonban ezt elutasította. Jelenleg is folyik egy bírósági per az ő ügyükben, és most benyújtottak papírokat, amik azt bizonyítják, hogy a tartozás jelentős részét külső támogatással ki tudják fizetni, és egy másik részét pedig önerőből fogják tudni törleszteni. Valóban sportcélú hasznosítást jelöltünk meg, ez egy intézményi terület.
A másik bontásra ítélt önkormányzati blokk a Hős utca helyén épülő sporttelepet Kovács Róbert szerint nem a terror elhárítási központ fogja használni, hanem a környéken lakók. Hogy az építkezés mikor kezdődhet meg, azt viszont egyelőre nem tudni. A Hős utcai magánkézben lévő lakások tulajdonosait ugyanis az önkormányzat megpróbálja kivásárolni. Ám ha valaki nem fogadja el az ajánlatot, akkor számolhat a lakások kisajátításával, amely után legfeljebb minimális kártalanítás jár. 30 orosz ellenzéki tervezett likvidálni az orosz titkosszolgálat Ukrajnában, ez derült ki, miután megrendezték az egyik orosz ellenzéki újságíró halálát. Így jutottak hozzá a listához, amelyen szerepeltek a nevek. A hatóságok így már tudják garantálni a biztonságukat. Virágok és mécsesek Arkadyij Babchenko emlékére Oroszországban. A Putyin kritikus újságíró halálhírek kedden sokkolta a világot. A hírek szerint lakása előtt lőtték hátba. Babchenko évek óta Kijevben élt, hazájából azért menekült el, mert kormánykritikus munkája miatt többször is halálos fenyegetéseket kapott. 10 éve folyamatosan rettegek, ha Oroszországban máshogy gondolkozik az ember, folyamatosan számíthat arra, hogy lecsukják, fejbevágják vagy megmérgezik, mondta Babchenko egy tavalyi interjúban. Az újságírót mindenki halottnak hitte, felesége és kollégái is elbúcsúztak már tőle. Szerda este azonban egy a haláláról szóló sajtótájékoztatón váratlanul ő maga lépett elő a függöny mögül. Én magam is temettem már el sok kollégámat és barátomat, ezért tudom, milyen szörnyű érzés ez. Szeretnék bocsánatot kérni mindenért, amin keresztül kellett menniük. A feleségemtől külön is szeretnék elnézést kérni, sajnos nem volt más lehetőségünk, mondta. Kitörő örömmel fogadták a jó hírt Babchenko munkahelyén. A szerkesztőségben élőben követték a sajtótájékoztatót, munkatársai sírva fakadtak, amikor meglátták halottnak hitt kollégájukat a képernyőn. A gyilkosságot az ukrán hatóságok rendezték meg, miután az orosz titkosszolgálat által megbízott bérgyilkos jelentkezett náluk és együttműködött velük. Az akciónak köszönhetően sikerült letartóztatni a megbízót, sőt az is kiderült, az orosz hatóságok még 30 orosz ellenzékit terveztek likvidálni Ukrajnában, Kijevbe pedig fegyvereket próbáltak csempészni. Az orosz vezetés kifejezte, örülnek, hogy Babchenko életben van, azt azonban tagadták, hogy közük lenne a tervezett merénylethez. Több rendbeli nemi erőszakkal vádolta meg Harvey Weinsteint a manhattani vádeskütszék. A hollywoodi producer nem tett vallomást a testület előtt, ügyvédje szerint azért, mert nem volt idejük felkészülni. A kerületi ügyész azt mondta a vád kihirdetésekor, egy lépéssel közelebb kerültek ahhoz, hogy Weinstein elnyerje méltó büntetését. Bíróságra érkezik Harvey Weinstein. A hollywoodi filmmogul a filmipart felszántó szexbotrányok kapcsán került ismét reflektorfénybe tavaly októberben. Weinsteint több nő is szexuális zaklatással vádolta meg. A producer végig tagadta a vádakat, a múlt héten azonban önként feladta magát. Mr. Weinstein ártatlannak vallja magát, ezek a vádak alapvetően hibásak, nincsen rájuk tényszerű bizonyíték, biztosak vagyunk benne, hogy ügyfelemet felmentik majd, mondta Weinstein ügyvédje. A bíróság ezek után $1 millió óvadék ellenében engedélyezte, hogy a producer szabadlábon védekezzen. A manhattani vádeskütszék most hivatalosan is megvádolta, több rendbeli nemi erőszakkal, illetve egy rendbeli magatehetetlen személysérelmére elkövetett erőszakos közösüléssel. Ez az a testület, amely arról dönt, elég erőse a vád ahhoz, hogy vádirat készüljön. Weinstein nem tett vallomást a vádeskütszék előtt, az ügyvédje szerint azért, mert rövid idő volt a felkészülésre. Az ügyvéd azt mondta, aggódik, hogy az ügy nagy nyilvánossága példátlan nyomást helyez majd a döntéshozókra. Harvey Weinstein összesen 25 év börtönt kaphat ezekért a vádakért. Közösségellenes magatartásnak számít a sörbicikli, vagy angol nevén a beer bike használat a Zuglóban, így döntött a kerület. Korábban a többi belvárosi kerület is kitiltotta a kerékpározást és a sörözést egyesítő közlekedési eszközt. A helyi közgyűlés szerint a sörbiciklizők zavarják a családokat, a kutyasétáltatókat, a piknikezőket, és megbotránkozást váltanak ki minden pihenni vágyóból. Ráadásul veszélyt jelentenek a közlekedőkre is. Július 1-től a sörbiciklik használó vezetői és bérbeadói is pénzbüntetésre számíthatnak Zuglóban. Ugróiskola zseniknek óriás labdák zenekara és virtuális városépítés. Új élményközpont nyílik Budapesten. A létesítményben tudományos, szórakoztató és interaktív kiállítások lesznek. Június 1-én nyit a világ számos pontját megjárt virtuális tárlat, amely ultramodern technológiával készült.
Bence egy sast rajzolt. Beszkennelik, majd az interaktív falon látható lesz a 6 éves kisfiú rajza. Az édesanyja azt mondja, ma már ilyen kiállításokra van szükség, mert a gyerekek egyre inkább a virtuális térben élnek. Azt gondolom, hogy élvezni fogják, tetszeni fog nekik, hogyha kipróbálják. És azt gondolom, hogy végre nem a telefon nyomkodják, hanem itt a való életben, de minthogyha a telefonnal játszanának, olyan érzésük lesz. Az új élményközpontban olyan kiállítások lesznek, amelyeket japán szakemberek álmodtak meg, és a legmodernebb technológiákkal készültek. Future Parknak hívják, és a világ leginnovatívabb játszótere elnevezést adtuk neki. Azért, mert valóban olyan játékok találhatók itt 1500 négyzetméteren, ami a mai modernkor gyerekeinek szól. Mind tudományos, mind művészeti, mind szórakoztató célra, és nevelés célzattal, hiszen a közös kreatív alkotás élményét fogja átadni a gyerekeknek. Az óriás labdák például különböző színű fényeket és hangokat bocsátanak ki. A gyerekek nehezen tudják eldönteni, melyik játék tetszik nekik a legjobban. Szerintünk nagyon jó. Hát szerintem is nagyon jók a rajzos és a nagy labda, és még azért a lenti rajz is jó. Tudod, amikor azokat a fát, meg a mindent kellett így megsimogatni, hogy előjönnek. Itt pedig már egy virtuális város lehet építeni, de a bátrabbak a zsenik ugróiskoláját is kipróbálhatják. A kiállítás nyár végéig látogatható. Az Erzsébet híd korlátján biciklizett végig egy fiú tegnap hajnalban. Hege László hihetetlen mutatványáról egy felvételt is posztolt, amely azóta bejárta a világot. A fiú ugyan volt biztosítókötél, de a kaszkadőr azt mondja, hogy ez semmit nem volna a mutatvány értékéből, így is fantasztikus teljesítmény. Azt nem lehet mondani, hogy nem volt izgalom Hege László arcán, mielőtt felugratott a korlátra. És a mutatvány. Majd a hihetetlen öröm, hogy sikerült. Yes! László még fél nappal a mutatvány után is eufórikus hangulatban volt. Én 15 év tapasztalat után merek ilyeneket bevállalni. Úgy képzeljék el a kedves nézők és hallgatók, hogy gyakorlatilag olyan számomra a kerékpár, mint mondjuk egy szamurájnak a kardja. Tehát nyilván, hogyha tudom azt, hogy ez a képességeimen felül van, akkor nem fogok kockáztatni. Elhisszük neki, bár ez a korlát akkor is nagyon vékony. Fel is rakom nektek a bringát, hogy lássatok, hogy végül is miről van szó. Tehát itt ugye, amit tudtam játszani, az gyakorlatilag 1-1 cm szélességre. Egy-két műhelytitkot azért elárulunk. Lászlón egyrészt volt biztosítókötél, másrészt ez a videó nem elsőre sikerült. Én 40 percen keresztül próbálkoztam, hogy sikerüljön. Így van. De ezt úgy képzeljétek el, hogy én a belső oldalra estem le nyilvánvalóan. Tehát szerencsére nem néztük meg, hogy mi lett volna, hogyha a másik irányba dőlök ki. Lacit egy alpinista barátja biztosította kötélnel, mindketten azt mondják, tudják, hogy vannak, akik őrültnek tartják őket, de ők ezt másképp látják. Ha az ember elkezd mondjuk kerékpározni, előbb-utóbb el fog jönni az a gondolata, hogy mi lenne, ha elengedném a kormányt. És az ember rájön arra, hogy ezt is meg tudja csinálni, akkor egy picit mindig tovább merészkedik. Az ember fél van a repülést, akkor már nem lennek repülők. A produkció ott véget ért, ahol a korlátnak az egyenes szakasza is. A triálos azonban azt gondolta, hogy megfejeli még egy kicsit a mutatványt, és itt ennél a kiszögelésnél a korlát egyik részéről átugratott a másik részére. Addigra sajnos a drónkamerájuk pont lemerült, de a saját mobiltelefonos felvételeiket most meg tudjuk mutatni annaknak. A produkciót megmutattuk egy hivatásos kaszkadőrnek is. Ez egy fantasztikus mutatvány. Piroh Gábor azért mindenkit figyelmeztet, rutin nélkül meg ne próbáljon ilyesmit. Közel 50 év kaszkadőr tapasztalatra mögül üzenem mindenkinek, aki látja ezt a műsort a Facebookon, interneten, mindenhol, hogy eszébe ne jusson hasonló dolgokkal megpróbálkozni, mert ez a srác most megúszta, de ez nem jellemző, mert ezt ugye nem látjuk, de nagyon-nagyon sok baleset van. Lászlótól azért nem valószínű, hogy ez volt az utolsó mutatvány. Azt mondta, már most gondolkodik, mi lesz a következő. Ez volt a Híradó 6 órakor, most jön a start, hogy milyen témákkal, azt Kárász Robi mondja el. Szia Robi, jó reggel!
jó reggelt, szia Anna, üdvözöllek, köszöntöm a nézőket is. Hát az első fél óra tartalmát azért elmondom. Cseh Katalina, a Momentum elnökségi tagja itt lesz nálunk. Az elmúlt hónapokban nagyon sokan, főleg most már az orvosok is azt mondják egyébként, vagy az egészségügyben dolgozók, hogy nincs helye most már a hazai társadalomban és az egészségügyben a hálapénznek, úgyhogy most már tulajdonképpen a Magyar Orvosi Kamara is azt szeretné, hogy eltörölnék. De hát olyan ez ugye, mint hogy ez egy legális dolog lenne, és akkor most ugye, hogy töröljük el, mert eddig volt szabályosan, most meg akkor ne legyen. Szóval, hogy állítólag nem lesz hálapénz, de hogy ennek milyen kifutási ideje lesz, erre kíváncsiak leszünk, hogy mit mond erre majd a politikus. Aztán kollégánk Novák András érkezik hozzánk annak apropóján, hogy nagy port vihart kavar tulajdonképpen azt, hogy kiderült, először ugye egy tragédia Babcsenko halálával kapcsolatban, aztán kiderült, hogy mégiscsak él az orosz ellenzéki újságíró, akinek a halálhírét keltették. Aztán kiderült, hogy az egész tulajdonképpen nem más volt, mint egy megrendezett haláleset annak érdekében, hogy a valós gyilkosokat és azt a bizonyos listát, amin keresztül állítólag 30 embert akartak meggyilkolni, kiderüljön, hogy kik is vannak azon a listán. András elmondja nekünk, hogy ő már nagyon sok háborús övezetben járt, hogy egyébként milyen egyéb politikai vagy közvetlen veszélynek van kitéve egy újságíró. Az MSZP részéről Tóth Bertalan érkezik majd hozzánk, ugye a független bíróságokkal kapcsolatosan, és akkor még egy téma, mert ugye ez nálatok is szerepelt, hogyha most jól láttam a híradóban, hogy most már nem csak az 5. kerületben, hanem Zuglóból is megpróbálják kitiltani ezeket a bizonyos bírbájkokat. Ugye elsőként most az 5. kerületben hoztak egy kőkemény rendeletet, hogy nem csak ezt a sörbiciklit, hanem a szegvélyeket, az elektromos biciklit és minden olyan közlekedési eszközt, ami veszélyezteti a gyalogos közlekedést és forgalmat. Szentgyörgyvölgyi Péter, a kerület polgármester érkezik majd el hozzánk, a többit pedig majd elmondjuk Bombival néhány perc múlva. Köszönöm szépen, most tehát ezekkel a témákkal jön a Start, maradjanak velünk. Én pedig friss hírekkel legközelebb 7-kor várom Önöket, addig is legyen szép reggelük, viszontlátásra!